Vissza. Mi történt? Ferrarát bevette Velence. Júj, hát ez egy nagyon rossz lépés volt részedről. Ja, ők nem császárságtagok, mi? Ez az. Megvárjuk, amíg Pisa fellázad, leverjük őket. Ó, ez az, katonai tech. Újabb erősítés. És... Most hogy gyorsabban ki tudom mostanulni a hátukból Neumarkot, mint ők blokkot. Valahol még lehet ilyen ezres növelést megrehajtani? Nem, de ezőbben lehet... Hol van? Igen, itt tudok egy plusz 875-öset. Nápolyba építünk egy barakkot, növeljük a manpower-t. Hm, neked már vannak épületeid? Hát Rómában majdnem maxon vannak. Wow. Nem, hogy majd is tudok építeni, csak nincs rá pénzem, mert zsoldosok. Igen, tudom, az elviszi. Várjunk csak, mennyi zsoldosom van? Azt mondja, leválasztjuk a mercenárét. Egyébként az a poén, hogy a Hanzának abszolút tengeri fölénye van, és nem ostromolják fint, ami a vorgójuk, szóval lehet, hogy be fogják bukni a háborút. Az erőfordulat látod. Ja, Dániel már 16-ot kap a Tiki Inwards-korból. Azt mondja, hogy gyártunk egy ágyút. És egy, kettő, három darab gyalogost. Én még 24 ezer embert tarthatnék fel, úgyhogy én még legyártok még egy gyalogost, és még egy ágyút. De pénzem az van. Köcsök inflációt, azt levisszük. Jézus! Ó, fölázott alattam, remek. Flottát kisekültük, akkor ezt Ragusába. Megpróbálj, megnézzük, hogy a Brandenburgiak megtámadják el a Varsói lázdóimat. Úgyhogy igen, annan nagyon örülnék. Neumarkban azt mondom, hogy már a harmadik státuszkót fogom dobni ebbe a rohadt ostromba. Oké, Varsó föllázott. Gyerünk Brandenburg. Légy okos, emmi! Ó, meghalt a turbótábornok a francba. Jól van, csökken az agresszív expansion, nem fognak engem csiszegetni. Mennyi fölösleges embered van egyébként úgy nagyjából? Manpower vagy bevethető katona? Bevethető katona. Most szerintem egy ilyen mennyi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ezer katonám van most ilyen pillanatban. Nincs kedved leverni esetleg 14 ezer szeparatistát csak úgy fanból? Dehogy nincsen. Oké, éppen Vizna felé menetelnek. Már is csak 10 alázadjon már ki, vagy valami legyen már. Kérdem, hogy a Brandenburg ilyen mire ágrózna. Nem akarunk amúgy egyet gyorsítani most az időn, amíg úgyis én ostromloknál adnak békeidő van? Ez nem tudok oda eljutni. Mert Itáliában mindenki utál és leblokkolnak. Ja, nincs access-ed, oké. Akkor de... Nem, 3000-es stack-ekkel tudnám elvinni. Ráhagyom a Brandenburg ilyen mire akkor, hogy megoldja. Nem fog kirázadni? Hát... Jó kérdés. Remélem nem. Ugye igen, akkor van rá magam is Reconquest, szóval... 10 ja, évig benne függetlenül. Nem mondjuk ezek mazóviaiak, tehát lehet, hogy veszélyesebb, mert azok ugye lengyel hűbéresek és szeparatisták. Ah, mennek meg, támadják Brandenburgot. Az jó. Akkor az jó. Ja. Ezek hülyék, jó van, rendben igen, van. Azok. Valószínűleg azok. Kamikáza felkerők. Még egy egységlovast is be tudok vállalni. Latin Knights. Igen, és akkor ezzel együtt mennyi bevételem? 5! Akkor gyártsunk hajókat is. Amikor elpusztítasz egy lázdóságet, nem kéne eltűnni a megszállásoknak? Nem minden esetben. Fura. Úgy tudom, mindig eltűnik, na mindegy. Visszajön a livóniai diplomatát. Tényleg Livóniával szövetség vagyok, ja. Ja, csak ez nem az én háborúm, azért nem tudok behívni senkit. Na, visszafoglaltam Neumarkot. Most nagyon költekezős kedvemben vagyok, de nagyon sok a bevételem, plusz 5. Wow. Nekem aztán plusz 10 volt zsoldosok előtt, de mondjuk most nincs akkora hadseregem. Kasztíriának mennyi lehet üzővel? Ja, egész fucking német alföldön, amit megörököltek. Mit behazburgoltak maguknak valahogy Habsburgok nélkül.
Nézzük a császárságot, hát... Nem fog elveszíteni Ausztria trónt, az a baj. Hát valószínű, nem szokta, hogyha már egyszer megszerzi. Hát azért ővele indítottunk, szóval... Na jó, de úgy értem, hogy amikor megszerzi mondjuk két császár idejére, vagy utólag szerzi meg. Diplomatic reputation-nál szarra sem megyek, szóval azt nem vesszük fel. Most mi volt? Mi? Ó, ez a Shadow Kingdom, eltűntek az összes itáliai, nézd meg. Ó, fuck. Az szép. Mondjuk arra vigyázz, hogy Velence most nem menjen át Terminátorba. Nem fog, Ausztria támogat, meg Franciaország is, szóval no para. Oké, okay, Riga kiugrott a dán ellenes háborúból, halleluja, 7000 ember mínusz. Most csak az lenne jobb, hogyha Mecklenburg is kiugrana. Az a baj, hogy Észak-Itáliában azért nem tudok hódítani, mert Észak-Itáliában érdekei vannak az osztrákoknak, hogy nem tökömnek. De Dél-Itáliát azt mindenki leszarja, a tehát igazából... Dániel legyőzte a Hanzát, úgyhogy a fél országa megszállva volt és alig volt embere. Az úgy szép. Mert a Hanza nem szállta meg a célponttartományt valamiért, ott állt mellette végig. Jézusom. Én szerintem most azt fogom csinálni, hogy megszállom Dél-Itáliát, meg Szicíliát, de ki van Szicília a szövetségben? Szávoly, hát ez kurva jó. És utána meg ezért lehet átmegyek Tuniszra. Megszállom ott azt az egészet, és akkor majd onnan térek így vissza. Mert addig tök fölösleges Észak-Itáliában csak gyűjteni a cuccokat. Nem akarok egy francia, osztrák, mit tudom, ilyen koalíciót. Ja, igen, értem. Én meg közben személy leszek és kifoglalom Mecklenburg alól Wismart, és akkor nem lesz meg a Tikin Wars koruk a dánok ellen. Na, az jó. Amúgy azt lehetne csinálni egy esetleges koalícióban, hogy... hogy hívják? Tehát nem lépsz be, de még ugye háborúban lejössz hozzám, és hogyha nagyon szétvernének és lázadások lennének, akkor a lázadásokat leverhetnéd, igen. Ja, persze. Arról lehet szó, mikor lesz hadseregem, meg emberem, meg ilyenek. Persze. 49 akül egy zsoldos ágyúváó. De kéne az ostromhoz. Mindegy ostromlunk ágyú nélkül egyelőre. Egyébként Nagyország nekiugrott Halicsnak és szerintem vissza is foglalja, Galíciának, szóval szerintem vissza is foglalja. Ó, azt hiszem tudom, hogy miért cseszegetnek engem a franciák, vagy miért utáltak meg. Béka Mecklenburggal, szuper. Francia magok vannak izén. Nápolyon. Nápolyon. Ja, Provence-on. Azt a küldetést választotta magának? Na, valószínű. Nem, azoknál... Hol vannak a francia magok? Kattints rá, vagy nem ja, magok, hanem vannak klémek. Vannak ott klémek, ja, Dél-Itáliába. Vagy nem is azt a küldetést választotta meg, annak elég egész Nápolyra kéne szólnia, tehát a régióra, nem az országra. Oh. Amúgy az a baj, Franciaország szövetségbe került Velencével, úgyhogy ez így nem jó. Az nem jó. Az sose jó. Az nem kimondottan jó. Na, kiválasztjuk a zsoldosokat és lebontjuk őket most már, remélhetőleg végleg. Francia, oh. Francia plusz 200 a kapcsolatom és még szeretnek is, hát ez maga a Mennyország. Nekem meg lengyel szeparatisták vannak a seggembe. Remélhetőleg le tudom őket törni valamennyire. Nem akarom nekik autonómiát adni, mert... Mondjuk ezek abszolút nem értékes tartományok, szóval adok nekik autonómiát. Varsó vagy előre még nyugodt aránylag. Ó, Varsóba le tudom vinni az autonómiát, mert ugye a Brandenburgiak szétvertek nekem egy lázadást. Na, az is valami. Pénz, alig fagy a pénzem, fantasztikus. Egyébként mekkora... Igen? Nagyon gondolkozom, mekkora seregeket lehet fenntartani, hogy érdemesen felhúznom a hadsereg létszámot 20 000-re, vagy még ne? Hát nem tudom, szerintem felhúzhatod. Én amúgy azon rögök, hogy a lengyel kultúra elfogadott, de a pomerán mondjuk nem. Ez a nem német lovagrend. Gyönyörű. Körülbelül. Az közben a flottáim újra kereskednek. De valami az esélyt annak, hogy én vagyok a pápa. Már 20% esélyem van rám négy másik hatalommal együtt. Vajon? Covered operation? Ó, nagyon jó. Mi történt? Csak hangosan gondolkodok, de á, Franca Bosznia szövetségben van az osztrákokkal. Ó, az nem jó.
Szadalozaton nem jó. Oké, okay, jogom van Stettinre, tehát abban a pillanatban, hogy Pomerán háború lezárul, neki ugorhatok, vagy Dániának, vagy Pomerániának. Nem, Franz, meghalt a méteri menünk. Azt mondja, én elkezdem Kasztíliával növelni a kapcsolataimat, és bár nem fogadnák el, mert... Azért nem fogadják el ők az én szövetségemet, mert nekem túl sok diplomáciai kapcsolatom van. Hát ez szörnyű. Wow. Na mindegy. Na, a 20 000-es pápai sereg. Elhozzuk az igét, ha akarod, ha nem. Hova kéne barakkot építenem? Egyet ragunk mindenképp Königsbergbe. Remélem jól írtam. Az akarat az will, angolul, nem? Ja, persze. De két ellen vagy egy? Két ellen. Akkor rosszul írtam, jó van. Isten akarod? Wow. Az a hadseregem neve. Végül is jobb, mint egy hova tanulj. Hát ez majdnem az, csak máshogy. Ezt a fortod azt, amit modbólozom, mert nincs rá szükség kimondottan. Ami azt illeti, Marienburgot is, ez csak a második védvonal. Ó, van egy jó érsekem Pózenben, mert miért ne? Mármint egy izajom, egy bíborosom. Na, ez jó. Hát Ausztriát nem robbantjuk ki onnan. Mi történt? Nézd meg. Ez neked lesz nehéz, mert ja, én most innen... Jaj, ez az, vagy mi? Ez neked lesz nehéz, mert én így most így megúsztam, de... Mi történt? Mi az? Hát nézd meg. A német-római császári cím. Ja, az esélytelen, mondom. Ha egyszer megszerezték, akkor Brandenburg esélyes lenne, de őket ugye éppen meg akarom enni, tehát... Ez kicsit ellenproduktív. Mindegy most már. Azért ne állítsuk le a háborút. Ja, igen. Terjeszkedés az első célpont, vagy az elsődleges cél. Igazából a reformáció talán be fog segíteni. Tehát, hogyha Ausztria protestáns lesz, akkor ugye... Eldőlnek a dolgok. Lukrécia Borgia. Hogy a büdös életben van neked Lukrécia Borgiád, amikor nem te vagy hatodik Sándor? Várjál! Ó, kettes szintű statement kapnék Lukrécia Borgiaként. Amint, hogy megkapom a advisornek, csak az a baj, hogy kettes szintre lehet, hogy nem lenne elég pénzem. Bár mondjuk... És mi a másik lehetőség, Prestige? 50 diplomatic power. Ja, de az a jobban jár szerintem. Ja, és most egyébként lehet, hogy... Igazából lenne rá pénzem, de mindegy, hagyjuk. Csak mondom, nem tudom, hogy hogy kaptál Lukrécia Borgiát, amikor nem a... Hogy is hívjákkal vagy... Rodrigóval. Ja, igen. Tizedik valakivel vagyok. Ja, igen, tizedik Innocentius, azt hiszem. Aha. Kilencedik Innocentius. Ja, igen, kilencedik. Elnéztem. Már kilencedik Ince, mert értelmesen magyarizáljuk a pápai neveket. Igen. Azt mondja, hogy mennyit hozok át. Jó, oké, akkor én még itt jártok flottán. Oh, wow. A Krimigódon már két tartománya van, ilyet még nem láttam. Három... Négy hajót. Egyébként tetszik, hogy a teodórói nevekkel nem szalakodott sokat a Paradox Dynastia of Gothia. Igen, ez nem igazán. Wow, ez megnőtt? Ja, igen, mondom, két tartományuk van, ilyet még nem is láttam. Plusz 30 dukát, fantasztikus. Remek, én elvesztettem a minusz, vagy a plusz két unrestes modifieremet. Nincs lázás az országban, 3-as stabilitás, mindenki boldog, soha csökkentem az autó miatt, mert szemét vagyok. Ami azt jelenti, mindenhol, ahol tudom, csökkentem az autó no, miatt, most még egy kicsit béke van. Már egy kicsit rá vagyok kényszerítve, hogy békés legyek. Mert nincs manpower-em. Hát... Ja, hogy ezért lehet a devotion miatt van ennyi pénzem, 18%-os tax modifier. Ja, igen, nekem 25%-ot ad. Nem semmi, de neked 100-an vagy, nem? Ja, igen. Hát ez nem ad átmeneti nálam, viszont a játék végéig így lesz. Na, az igaz, de amikor én leszek Poroszország, akkor megkapok helyette mást. Ez is igaz. Mikor az elején nem érdemes átlépned azonnal a protestánsba, várni kell. Meg azért ez durva, a Liga harc. Ezt nem tudom, hogyan fogjuk kivitelezni, mert én belépek a
protestáns ligában, azzal nem lesz probléma. A pápa protestáns. Ez milyen lesz már? Pápa. Jó, mérés. Franciaország a legkatolikusabb királlyal milyen volt a protestáns ligában? Ez is igaz. Aztán felveszem a humanista ideákat. Az jó, az neked nagyon jó lesz. Nagy terjeszkedésekhez jó. Ja, főleg, hogy Németországban akarok terjeszkedni. De annyira le vagyok maradva a techemmel. Ó, teljes Galícián megszállták a lengyelek. Mazóviát meg megszállták a galíciaiak, de azt éppen veszik vissza a litvánok. Na, Pisa fellázadnál végre? Megtennéd nekem? Lennél olyan kedves, hogy hagyjál békén? Ott állok 20 ezer katonával rajta állok, de érted, nem is, szerintem nem ismernének fellázadni, szóval... Kapsz amúgy mínusz 5 árasztett a friendly troop-ban miatt, tehát hogyha azt akarod, hogy gyorsan lázadjon, akkor hagyd ott egy pár hónapra. Á, most már nem ez a probléma szerintem. Ah, a törökök megették az egyik török államocskát. Mindjárt legőket? Vajon csak... A Trust Negotiation. Jó, hát, na, megpróbáltam vazalusátani Nápolyt, aztán kiírta, hogy hát nem bízik meg bennem. Hát nem de most értem miért? Miért. Hát én se vágom. Tolerance a True Faith plusz 2. Sose értettem, hogy a True Faith tolerance az miért jó. Hogy ez jó? A szeretem a saját vallásomat, tehát így most... Hát, ja, ez kicsit érdekes. Amúgy azt mondjuk valami olyasmit kinéznék belőle, hogy mit tudom én, elkezdenek pattogni, hogy mert azt hiszik, hogy jobban támogatod a muszlimokat, vagy ilyesmi. Hát volt már olyan, a törökökkel megcsináltuk azt, hogy jobban szerették a katolikusokat, mint az iszlám vallásokat. Na hát ez a törökökre mondjuk valamilyen szinten igaz is volt, tehát ahány görög orvos, meg hivatalnok, meg tüzér, meg faszom tudja volt náluk. Tehát én ilyesmiket látok bele ebbe, hogy lehet nagyobb tolerancia más vallásnak. Görögország egy rövid életű ország volt. Törökök? Megették. Nem tudom, hogy felhozzak-e még egy erődöt valahova. Nem sem egyébként, hogy ez Firenze az a kis országával tengerpart nélkül fent tud tartani 10 000-es hadseregen. Na jó, de Firenze az Firenze. Jogos. Tehát van 32 developmentje egy tartományból. Nekem egy tartományomban van általában 10. Aki sok izét elvesz, a Savoy. Szicíliát is, hogyha megenném, akkor az elég sokat adna. Mihez? Hogy hívják hozzá? Most így számolgatom, hogy hogyan tudom elsővé tenni magamat a genovai trade note-ban. Ja. Breaking through snow costs belli. Jó, hát... Covert operation. Fabrikáljunk. Jó van, Franciaországban nem is utál, Ausztria sem akar tőlem. Max Észak-Itáliát tud bekoalíciózni, de akkor meg Ivy Rekt. Rekdem. Nagyon örülnék, hogy Dánia vagy megtartaná, vagy elvesztené Stettin, mert jelenleg megszállják a pomeránok, és ó, oké, a pomeránok elfoglalták Stettint. Pomeránia kivel szövetség? Pomeránia szövetséges a csehekkel, meg ugye ott van Ausztria. Mind a kettő be is lépne a rohadt életbe. Az nem jó. Hozzuk helyre az emberi erőforrásainkat, miért ne? Hol lenne jó megdobni a production-t? Azt hiszem a pózani sóbányákat kicsit felgyúrom. Úristen, mindig le vagyok maradva a techemmel. Wow. Amúgy tetszik így az egész ötlet abból, hogy a német lavarend humanista. Igen, teljes mértékig igaz. Igen, 100%-ig toleráns vagyunk. Most már nem csak az eretnekeket öljük meg. Ez az. Oh, wow! Livónia szétkapta Dániát úgy, ahogy van. Őzelt Gotlandot elvette, 10% kártérítés, elengedte Holsteint. Azt a rohadt. Hát Dániáról ennyit. Livónia, amúgy egyszer Livónia lovagrend rohadtul. Nem engedünk át. De úgy megerősödött a basszus kulcs, Brandenburgig elterjeszkedett. Oh, wow. Meg Riga is néha megeszi egyébként. Valahogy nem tudom, hogyan Riga meg tudja enni néha a Libon Lohagrendet, szóval... Ja, mert Riga ott a város, tehát... Nem is akkora a developmentje, mint gondoltam. Azt hittem, annak is ilyen 20-as. Há? Akkor nem tudom, hogy csinálja. Láttam már olyat, sajnos. Riga, vannak valami egy ideája amúgy, vagy ilyen standard püspökségét kap?
Nem tudom, nem néztem még soha. Nézd rá, hogy... Ez meg Holy Order, szóval, Holy Order, szóval szerintem ez a standard. Legalábbis az alapján, ami eddig van neki. Igen? Ennyi pénzem van, hogy építek egy nagy hajót Rómában. A USS Pápát, vagy mi? USS Battle Pope. Oh wow. Oké. Okay.